A játékmúzeum földszinti részén egy kis teremben felidéződik a múlt. Katonák, csatajelenetek, történelmi figurák a múzeum új kiállításán. Az ismert Playmobil katonákra kinézetre megszólalásig hasonlító játékok azonban magyar gyártmányok. Szerepfigurák, amikkel a kisfiúk és kislányok is szívesen játszottak abban az időben, amikor nehezen volt elérhető az eredeti drága játék, amit 1974-ben gyermekrajzok alapján Hans Beck álmodott meg. Egy kis magyar vállalkozás megvalósította a magyar gyermekek álmát, az ismert figurák mellett új elemeket is bevezetett. Nekem nagy öröm ez, mert én korábban nekem volt játékboltom, és ezt árultam, és imádtam, 79-től 10-valány évig forgalmaztam, és akkor most a Horváth Csaba gyűjtő által megint találkozhattam vele, tehát kicsit megdobogtatta a szívemet. Azt kell tudni, hogy egy német találmány, mint a Lego akkora sikert aratott, és egy élelmes, Sen Károly nevezetű Rákosszentmihályi fröccsöntő maszek ezt lemásolta, hát is gyártotta óriási mennyiségbe. A keszthelyi gyűjtő kisgyermekkora óta rajong a műanyag Sen figurákért, épp azt mutatja, hogy egy-egy jelenethez a templomokat, várakat ma is gyártják, de csak limitált példányszámban. Az 1978 és 95 között Sen Károly által gyártott játékfigurák ma már szinte csak a gyűjtőknél lelhetők fel. A használt Sen darabok gyakran többe kerülnek, mint az eredeti új német játék. Horváth Csaba, amit csak be tud szerezni a bolha piacokon, beszerez. Csere útján is azokra nagyon vigyáz. Minden korszak megtalálja magát a játékok között. A Western korszak, indiánok, a magyar huszárok, ugye, ami egy történelmi jelentőséggel bír, a római harcosok, sorolhatnám végtelenség, az űrhajóktól kezdve minden, de igazándiból kinek mi a szíve vágya, amit éppen szenvedélyét lát ebben. Horváth Csaba azt is elárulta, hogy mi indította el arra az útra, hogy féltve őrzött kincseit kiállítja a nagy közönségnek. Az önzőségemen kívül, hogy mert önző vagyok, hogy ne csak nekem legyen. A mai fiataloknak az érdeklődési körét kellene egy kicsit kiterjeszteni, vagy elvonni a figyelmünket a számítógépről, hogy nem mindig csak azt a televíziót, a számítógépet búják, hanem igenis lássák meg a régmúlt játékait, egy kicsit visszalépjünk a múltba, hogy igenis ilyenekkel tudtunk játszani annak idején. Az egyes testrészeiben mozgatható figurák hasonlósága sértette a német cég érdekeit, így a Magyar Bíróság 1996-ban betiltotta a gyártását. Ezért is örülnek a gyűjtők egy-egy fellelhető darabnak. Horváth Csaba gyűjteménye augusztus 31-ig látható Keszthelyen.